videó az ugrásomról, a turúról. Ugye azt nem akarod levetíteni. Meg a többiek leleplező videóját. Én is hoztam nektek egy kis meglepetést. Ez a Balatoni nyár. Szimatol a gála, a hotel Margaret téged vár. Megkezdődik a nagy gálaest, ezt bemutassák a videósokat. 2021 Magyarországa a videós influencerek éve volt. Vamos pa la playa. Nézzük, kik azok, akiknek ezeket a hihetetlen számokat köszönhetjük. Itt van Alexa, a Call Girl. Alexa, a Call Girl. Az olcsó oroszlán Sonja, a beauty guru. Betty Queen, a szépség istennő. És a feature bűvész videós. Akinek az idei évtől már nemzetközi szájtja is van. Herceg a bűvész. És nekem egy kicsit azért hiányzik a mostanság trendi 24 órás tömegvideós. Ebben a videóban 24 óráig így fogok beszélni, és minden szavamat feliratozom, hogy a f*** is megértsék. Inger! 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 Lehet, hogy VR Dani lesz az idei e-sport világbajnokság meglepetés befutója. Bár ő ránézésre inkább egy rendvideósnak néz ki, aki csak szeretne ott lenni ezen a gálán. De hogyha VR Daninak hívják, akkor miért nincs rajta végig egy VR szemüveg? Csivári, Vári, szemszöveg. Neki már a virtuális valóságban kellene élnie. Abba botorkálna egész végig a sorozat alatt, mindennek neki menne, helyzetkomikum, és a végén ő rekonstruálná a virtuális valóságban a gyilkosságot. Kideríteni, hogy honnan jött a lövés. Kirabolta az, aki ezt az egészet megálmodta és kitalálta, és aki ma 18 éves. Úgyhogy mától megtalálható OnlyFans-en. Hackmannek 15% kedvezménnyel. Több mint 427.378.452 videóindítás. Elszédültem ezektől hatalmas számoktól. Ha csak ennyi videóindítás lenne, már rég becsődölt volna a YouTube. 567.000 feliratkozás. Ezek kezdőszámok ezen a pályán. 200 millió feletti like. Számok, sorban. És számok, számok. És dátumok, és számok. Nézzük, hogy a közönség szavazata alapján kinyeri az idei Like Hungary díjátadó versenyünket. Molnár Tamás Hackman! I have to apologize. There's a mistake. Nagyon boldog vagyok, hogy most én adhatom át neked ezt a díjat. Gratulálok! Te vagy a legjobb, még mindig. Köszönöm szépen, hát ezt eddig is tudtam. Te vagy Magyarország legtöbb szavazatot kapott influencere. Köszönöm. Egyelőre még mindig én uralom a YouTube-ot. Köszönöm, ugye ez már a harmadik. Én is hoztam nektek egy kis meglepetést. És most megkérem a Hackman rajongókat, hogy ne nézzenek oda egy kicsit. Látod, látod, Hackman? Hát nem kellett volna elmenni erre az illusztrációs gálára. Küldtél volna te is inkább egy videót a Seychelles-szigetekről. A videománia. Sajnos nem tudtam elmenni a videós gálára, mert most totálisan a Seychelles-szigeteken vagyok. Minden esetre köszönöm ezt a hihetetlenül értékes díjat. Ígérem, nagy becsben fogom tartani. Nagy becsben fogom tartani. Most pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a videóim elkészítésében. Írtam is egy listát, és ezt most szeretném felolvasni. Köszönöm szépen! Ilyen egy igazi videós díjátadó. Az igazán menő arcok el sem mennek. Különben lelövik őket az irigyek. Ki kell számolni, hogy honnan jött a lövés. Én biztos vagyok benne, hogy volt egy second shooter. Mert a második lövés, az már biztos, hogy nem szemből a könyvtárból jött, hanem oldalról a dombról. Proving at least two shooters conspired to kill the president. Fun fact, 63-ban Kennedyt az Elm Street-en ölték meg, és innen kapta nevét a Rémálom az Elm utcában című film. Olyan tudást adok át, hogy hihetetlen. Látjátok, nem a lexikális tudásra kell menni, hanem az összefüggéseket kell látni. Csak egy ostoba állat, nem tudott semmit. Jöttek a repülők, kicsinálták. A srácnak a szemből jött homloklövéstől kicsit véraláfutásos lett a halántéka. De... Gyógyulj meg, Hackman! Ha felépülsz, esküszöm, feliratkozom rád. Még a csatorna tagságodra is előfizetek. Sőt, még be is jelöllek. Csak gyógyulj meg! Kicsi, még nem tudunk semmit. De
De ugye nem? Nem hiszem, de te próbálj megnyugodni, nem lesz semmi baj. Semmi gond, kislányom. Majd egy jó kis kijelzőcsere megvigasztal. Te is mosolyogomolni fogsz tőle. Tényleg tök szomorú, meg hashtag gyász, meg minden, de a feliratkozóit megkaphatom. Neki már úgyse kellenek. Apa, rendőrség is. Érkeznek a nyomozók, akik nyomozók, mert csokornyakkendő van rajtuk, és karantán alá helyezik a szállodát. Ez a szálloda mostantól nyomozati terület. Senki, seki, sebe, csak az én külön engedélyemmel. Nagy pek, hogy pont most cigizett kint mindenki, szóval mindenki kint éjszakázik a verandán. A mentősök jelentése szerint mesterséges kómába fogják helyezni, ahogy beérnek el a kórházba. Kómába? Ó, a kislányom ma van a 18. szülinapja, elnézést. Valaki dugja már meg a lányomat, hányszor mondjam el, hogy már 18 éves? 18 éves. Elveszlek téged, ó lá lá lá, fogadja engemet, ó lá lá lá. Súlyos baleset a Hotel Margaretban. Tragédia Margaret Hotelben. Életveszélyben az ország legnépszerűbb videósa. Szörnyű ez a baleset. Tönkre fogja tenni a hírnevünket. Megírták a Veszprémi Hírmondóban és a Balaton közepében, hogy súlyos baleset történt. Margaret Hotelben? Hotel Margaretban. Mivel mindenki ezeket a lapokat járatja az országban, ezután lehúzhatják a rolót. Kivéve, hogyha kihasználják, hogy ezután zarándokhely lesz a szállodából, és belépőt szednek a lajongóktól. Posztumusz közönség találkozót kell szervezni. Csak egy kis segítség így az év elején. Tönkre fogunk menni. I am never gonna financially recover from this. És másnap kapunk egy adag vidéki kultúrsokkot. Köszi, most nem vagyok éhes, meg amúgy is ilyen null diétán vagyok. Null diéta? Ezek a városi ficsúrok meg itt ilyen gluténmentes vackokat akarnak enni. Hát mit képzelnek magukról? A végén még kitalálják, hogy a pálinka nem is orvosság. Menci, így sütitek? Menci? Én már nem is értem ezeket az influencereket, miről beszélnek. Nálunk ezt lekváros buktának hívják. Barackos. Ez a legegészségesebb étel. Bezzeg vidéken még a lekváros bukta is egészséges. Miután ezen a full trippy helyen összeesett a díjátadó győztese, állati jól aludtunk, nem? Trippy. Nem is tudom, hogy hogy kellene erről posztolni. Tegnap este óta ezen gondolkozok, hogy így milyen hashtageket használja. Figyelj, leginkább ne posztolja sehogy, jó? Posztolj, tetszik a népnek! Hozhattuk volna fürdőruhát. Hoppá-hoppá, milyen munkát végeztek már a nyomozók? Jelzőszalaggal körbe tudták tekerni a helyet, de ott hagyták a sörös üvegnyitó pendrive-ot. Ez csak egy nyitó, ha? Akarom mondani USB-sztikket. Csak egy sörnyitó. Nem, ez nem egy sörnyitó. Ez egy USB-sztik. Ki hívja a pendrive-ot USB-sztiknek? Stick. És csak olyan idegen szavakat használnak, amit senki más nem használ Magyarországon. Elkleppeltem a USB-sztik. Full creepy helyen. Hát én mindjárt elkleppelem az USB-sztikket ezen a tök trippi helyen. Ráadásul a Csóró Hakman még a díját is ott hagyta a színpadon. Eljön, fejbe lovik, az meg díjat csak kap. Hát ilyen se volt még, te alma. Elkezdenek pánikolva pakolni az influencerek. Hello! Hát te? Menekülnek a patkányok a süllyedő hajóról. Remélem nem azért pakolnak, mert hogy távozni készülnek. A szálloda vezetősége tudja, hogy mivel lehet ott marasztalni az influkat. Természetesen minden költségüket mi álljuk, ahogy ezt említettem. A szálloda igazgatója kéri önöktől, hogy csak jó értékelést írjanak a szállodáról. És kivehetünk minibárból bármit ingyen? Akkor maradunk. Csinálom is mindjárt a sztorit, hogy ez a legjobb szálloda. És az is kiderül, hogy a Hakman már előre legyártotta a bejelentő videót, amiben lerántja a leplet a többiekről. Betty, Alexa, Dave, Viárdani, Herceg és Zoli G. Eljött az igazság pillanata. Itt az ideje, hogy megmutassuk a közönségnek, mekkora kamugépek vagytok. Amúgy meg, hogyha tényleg hacker, akkor miért akarja, hogy az arcát megismerjék? Akkor nem akar celebkedni a közösségi médiában, el akarja rejteni az identitását. This is the way. This is the way. Ahhoz, hogy a Hotel Margaret megmaradjon, szükségünk van bizonyos befektetői tőkeinjekcióra. El kell menni a cápák közöttbe, bátyja, ott mindig találni egy jó kis befektetőt 15%-ért. Ez volt a te üzleted. Vandácska hozza a szomorú hírt, megmurdelt a Hakman. Zolika, te mégis mi a p***t csinálsz, ha? Tudsz valamit Hackmanről? Tele van vele a net. Mivel van tele a net, Gingerke, mondja csak? Hát, hogy Hackmannek kampó. Meghalt. A harmadik részre pedig teljesen érdektelenné vált a sorozat. Vigyázz, Péterem! Mindig nézz a hátad mögé, kis kanduram! Még a medúzáim is megunták a háttérben a sorozatot. 14. Lajos és Maria Antoinette is hazament az előbb. Még a kiköszönésre visszahívtam őket. Kérem vissza a 3 órámat az RTL-től. Úgy is megmondtam, hogy ki a gyilkos. A következő videóban találkozunk.
Tedd fel a cserepet, én ács vagyok, szakmunkás vagyok, hagyj egy százas szeget, az eresztet csak rá gondolok. Tedd fel a cserepet, én ács vagyok, szakmunkás vagyok, hagyj egy százas szeget, az eresztet csak rá gondolok. Nemzetközi szájtja is van.